Tudjátok, a laptopoknál az lenne a probléma, hogy ugye amikor így fel vannak nyitva, akkor ugye az alján van a gödör, ahol beszívja a levegőt, és akkor oldalt meg hátul okádja ki a meleget, de az a probléma, hogy nem, de van rakva az asztalra. Úgy nehezen szív be levegőt. Mi lenne akkor, de csak is hallgassatok meg, mi lenne akkor, hogyha itt lenne minden, ami benne van a laptopban, és így mindenhol be tudnál szívni a levegőt, és akkor így oldalt meg fönn, meg mindenhol ki tudnál magából fújni. Hm? Milyen ötlet? Valami ilyesmi futhatott végig egyébként az Asusnak a mérnök csapatán, amikor azt mondták, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy gamer Surface tabletet? Asus anyahajó, azaz a mothership. Ez a szörnyeteg egy laptop, de igazából nem laptop. Amikor össze van csukva, akkor egészen laptop-szerűen néz egyébként ki, viszont abban a pillanatban, hogy felnyitjuk, láthatjuk, hogy valami nem stimmel. Ez egész nem úgy működik, mint ahogy szokott. Ugyanis amikor lerakjuk a laptopot, akkor nem úgy rakjuk le a laptopot, hogy lefektetjük a földre és felnyitjuk a képernyőt, nem. Lerakjuk az asztalra, ekkor automatikusan kinyílik a kickstand a hátulján, és leállítjuk így magunk elé, minden normális ember, majd lehajtjuk belőle magunk felé a billentyűzetet. Tudjátok, ahogy szoktuk? Ez az igencsak érdekes működés egy nagyon fontos dolognak köszönhető, mégpedig annak, hogy az Asus azt mondta, tudjátok mit? Mi a francért fújtjuk le a szerencsétlen laptopnak a teljesítményét azzal, hogy rárakjuk az asztalra, legyen a laptop egy táblagép, és így álljon előttünk, és így tud ventilálni tök durván, de a billentyűzet meg így lejön róla, így lelóg a francba, de tudjátok mit? Szedjük le a billentyűzetet, szedjük le, hajtsuk félbe, legyen belőle egy tök jó billentyűzet, egy ilyen gamer billentyűzet. Igen, nyugodtan rá is csatolhatod a gépre, hogyha szeretnéd, az nem probléma egyébként, de amit tudod vezetek nélkül is használni, mert miért ne? Minimálisan komolyabbra fordítva a szót, az Asus Mothership egy igencsak érdekes, hordozható számítógép. Nem nevezném laptopnak, mert tényleg nem az egyébként, inkább nevezném egy brutális táblagépnek. Egy brutális táblagépnek, aminek kettő tápegysége van, ahhoz, hogy normálisan működjön. Egy brutális táblagépnek, amiben 8 magos Intel Core i9-es processzor van, és 64 giga RAM, és másfél terabájtnyi RAID 0-ás SSD, és egy RTX 2080-as videókártya. Ja, mindez egy baromira szépen megmunkált, RGB világítással teleküldött alumínium házban, ami egy 17-szoros laptopnak az alapterületét fedi le, és egy 17-szoros kijelzővel is rendelkezik maga a gép egyébként, ami kijelző választható 4K-ban, vagy egy 144 Hz-es Full HD panel keretei között formájában. A világítás kegyetlen dizájnos egyébként szerintem rajta, az egyik legjobb világítási elem az az elején van a laptopnak az alján, ami átlag esetben egyébként a billentyűzet alatt van, de hogyha a billentyűzetet leszedjük róla, akkor ugye ott figyel a világító effektünk a hangszóróknál, ugyanis 4 hangszóró van rajta az elején, és valami kegyetlen jól szól. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez eddig a legjobb hangszóró, amit egy laptopon nem. Jó, akkor visszavonnám. Nem ez a legjobb hangszóró, amit egy laptopon hallottam, mert ez nem egy laptop. Hordozható számítógép. Határozottan hordozható egyébként, bár mondjuk van egy súlya, tehát hogy aki ezzel caplat minden nap, az lehet, hogy megcombosodik egy pár héten belül, de főleg, hogyha bepakolja két ilyen ekkora adaptert ugye ahhoz, hogy tölteni is tudja a gépet. De hogy őszinte legyek, én összességében nem voltam nyűgözve ettől a cusztól. Meglepően jó használható, erős, gyors, kegyetlen nagy vadállat, és hogyha hagyod neki, hogy felmelegedjen, tehát mondjuk elkezdesz rajta komolyan játszani, akkor tud kegyetlen módon süvíteni. De ez mind azért van, mert olyan alkatrészek vannak benne, amiket nem feltétlenül látnál normális esetben egy laptopban. Ami nekem kifejezetten tetszett, hogy az Asus AuraSync ugye szín összeállító ilyen szoftver, az mennyire jól kezelte a billentyűzeten lévő ugye külön minden gombra beállítható ugye RGB ledeket, illetve a laptop alján lévő grill, nem laptop, a gépnek az alján lévő grillnek a világítását. Annyira jó, hogy leszedtem róla ugye billentyűzetet, csak így leraktam elé teljesen vezeték nélküli módban, és ugyanolyan irányba, ugyanolyan sebességgel mentek rajta a világítási effektek, valami kegyetlen jól nézett ki.
Illetve ugye volt lehetőségem kipróbálni néhány ilyen Asus kiegészítőt is mellé, ami például volt egy egérpad, ami Qi töltésre is alkalmas, király. Volt egy baromi jó headset, egy headset állvány, ami egyébként USB hubként is működik, ami egy kegyetlen jó ötlet szerintem, illetve volt egy egészen jó kis egerük is, és bizony arra szükség volt, ugyanis a laptopon magán ugye kitalálhattátok, a trackpad az ott van a jobb oldalt, mert csak egy sornyi billentyűzetnek van a helyünk, de ez egy laptop, szóval kell rá egy trackpad, és így kötelezőnek érezték, hogy oda rakják, ott a trackpad a jobb oldalán ugye a billentyűzetnek, ami csak úgy, mint a ugye ZenBook Pro Duo-nál, itt sem egy kényelmes dolog, de nyilvánvalóan ez a gép is eléggé komoly felhasználásra született, szóval ha te trackpaddel szeretnéd használni, akkor vegyél MacBookot. Ez nem az a gép, amit te trackpaddel szeretnél használni. Ha nagyon röviden össze akarnám foglalni a dolgot, akkor azt mondanám, hogy én egész eddig gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne egy gamer laptop, most már azon gondolkozok, hogy milyen jó lenne egy ilyen. Köszönöm szépen az Asusnak a lehetőséget, hogy ránézhettem erre a gépre, és elnézést azért a kis korki, humoros összefoglalóért a gépről, szerintem ilyen még nem nagyon van róla, szóval azért próbálkoztam valami ilyennel, meg egyszerűen nem tudok komolyan beszélni valamiről, ami ennyire földön túli. Tehát, hogy most ez a gép, ez tényleg valami olyan, amit így készhez kapsz, és nem tudsz valamit csinálni. Egyszerűen annyira nem szokványos. Én így tudtam átadni azt, hogy pontosan milyen volt kipróbálni, és ja! Ha szeretnétek róla többet megtudni, akkor ott lesz a link a leírásban. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkezdve köszönöm az Asusnak. Lehetek jók, és szevasztok!